Folytatódik a nők és gyerekek evakuálása az ukrán szakadár népköztársaságokból Oroszország déli területeire. A menekülők azt mondták, hogy tüzérségi támadás alatt álltak az otthonaik. A szakadár Donyecki és Luhanszki népköztársaságokkal kötött egyezmény keretében Oroszország katonai segítséget is nyújt ezeknek a területeknek támadás esetén. Vlagyimir Putyin elnök számára az orosz törvényhozás engedélyezte a katonai csapatok külföldi bevetését. Moszkva és Kijev kölcsönösen egymást vádolta a Minszki egyezmény felbomlásáért. Az orosz külügyminiszter kiemelte a megállapodás azon részét, amely szerint Kijev és a szakadár területek között tárgyalásos úton kellett volna a konfliktust rendezni. Oroszország szerint azonban az ukrán elnök nem akart leülni a tárgyalóasztalhoz. Az ország jelezte, hogy kivonja diplomatáit Kijevből. Ukrajna pedig felszólította a saját állampolgárait, hogy hagyják el Oroszországot. Eközben Ukrajna és nyugati országok azzal vádolták meg Oroszországot, hogy megsértette az ország szuverenitását és területi egységét azzal, hogy elismerték a szakadár területeket. Emiatt a kijevi biztonsági tanács rendkívüli állapotot hirdetett az országban a következő 30 napra. Stúdiónk vendége Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, Nemzetbiztonsági Bizottság tagja. Az előbb összefoglaló nyilván természetesen még a tegnapi napra vonatkozott, a mai események mindent fölülírnak, kitört a háború Ukrajnában. A legfrissebb hírek szerint közben olvasom itt a percről percre a beszámolókat, kiében már arra kérik az akukat, hogy ha megszólalnak a szirénák, azonnal menjenek az óvóhelyekre, és a NATO összehangolt válaszáról egyeztet Blinken és Austin Stoltenberger. Tehát a kérdés az, hogy Magyarországgal kapcsolatban mit lehet tudni. Tudom, hogy tegnap zárt ülés volt, önt megnyugtat az ott elhangzottak összessége. Jó reggelt kívánok, azzal kezdeném, hogy minden szolidaritásunk az ukrán nemzeté és különösen az ott élő magyarságé. Úgy látszik, hogy a magyar választási kampányunkat, ahogy 8 éve a majdani események, most ennél még egy sokkal sajnálatosabb történések befolyásolják, hiszen ezen a területen a második világháborút idéző jelenségek alakulnak ki. Nem lepett meg minket, és nem is nyugtatott meg, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésen meghallgathattunk, hiszen ott az egyértelmű volt, hogy lesz háború. Ennek a mértéke, a kiterjedése volt a kérdéses, és annak a reményünknek adtunk hangot az ott jelenlévőkkel közösen, hogy inkább, ha már háború lesz, akkor ez egy lokálisnak tűnő, Kelet-Ukrajnára, az érintett megyékre kiterjedő konfliktus lesz. Ez elkerülhetetlennek tűnt, tehát aki ismeri az eseményeket, az világos volt, hogy az bekövetkezik. Ez majdnem a legrosszabb forgatókönyv, még fokozódhat természetesen, hogyha a civil lakosságot is tömeges, akár bombázás vagy rakétatámadás éri, de a legrosszabb forgatókönyv felé haladunk. Tehát jelen pillanatban minden irányból bevonul Oroszország Ukrajnában. Ukrajnába tüzérséggel, nehéz felszereléssel, lőfegyverrel, bármivel, amit bevethető ezen a ponton, sőt a válaszfenyegetés is megérkezett, azt mondta az orosz elnök, hogyha itt katonai ellenállásban, mármint más beavatkozik ebbe a kérdésbe, akkor soha nem látott válaszreakcióra számíthatnak. Erről volt-e szó, hogy a NATO, illetve az Európai Unió milyen lépéseket fontolgat túl a szankciókon és túl azokon a gazdasági megszorításokon, amiket már az elmúlt napokban bejelentettek? Én úgy látom a rendelkezésre információk alapján, hogy alapvetően katonai beavatkozás nem várható már Oroszországon kívül, tehát azt nem tartom valószínűnek, hogy katonai segítséget kapjon érdemben Ukrajna. Az, hogy fegyverszállítások történtek, és az ukrán haderő kiképzése, megerősítése az elmúlt években, ez nyilvánvaló. Hát ebből is fakad az, hogy az ukrán hadsereg védekezik, és nyilvánvalóan ennek a konfliktusnak a végkimenetele még nem egyértelmű. Nyilván az esélyek Oroszország mellett szólnak, tehát nem kérdéses, hogy óriási erőfölényben van, hogy aztán meddig mennek majd el, valóban Ukrajna teljes megszállása bekövetkezik-e, ez még azért nyitott kérdés, de az nem, hogy nagyon komoly szankciórendszerekre van szükség. Az EU és a NATO, én azt gondolom, hogy megtesz ezen a területen mindent. Katonai segítségnyújtást én nem tartok valószínűnek, mások sem. Ez valószínűleg egy olyan konfliktushoz vezethetne, ami már túlnőhetne akár Ukrajna és Oroszország konfliktusán. Nyilván az ember vizionálni nem akar európai háborút, mert az túlzás lenne, de hát nyilván Putyinnak ez volt az üzenete, de az agresszornak sose szabad engedni. Ez egy picit arra utal, hogy ha úgy mennek be az oroszok Ukrajnába, mint kés a vajba haladnak előre, akkor kvázi nincs az, ön nem látja azt a NATO szándékot, hogy ezt meg tudnák akadályozni. Én azt gondolom, hogy nem mernék ilyet mondani, hogy a szándékuk micsoda, de a realitások amellett szólnak, hogy olyan katonai
erők, amelyek az orosz hadsereg feltartóztatására bevethetőek lennének, ezek a térségben érdemben nem állomásoznak. Ez olyan típusú NATO beavatkozásra lenne szükség, amely gyakorlatilag Oroszország elleni nyílt háborút jelentene. Ezt én nem tartom reálisnak, de ez hangsúlyozom az én véleményem. A legvalószínűbb, hogy egy gazdasági szankciókkal való hosszú elhúzódó válság lesz Oroszországgal szemben. Beszéljünk Kárpátaljáról, szóba került, hogy hogyan tudják segíteni őket, vagy van-e olyan konkrét program, olyan terve a magyar kormányzatnak, ami az ott élő magyarokat támogatná segíteni? Természetesen van olyan, ami a mai Ukrajna területén, és van olyan, ami Magyarország területén komoly készültséget jelent. A belügyminiszterem és a honvédség szervei állításaik szerint felkészültek egy komolyabb menekült hullámra. Erről önt meggyőződtek? Meggyőződtek nem az ülésre? Igen, ebben nagyon részletes tájékoztatást kaptunk. Természetesen a puding próbálja az evés, tehát ezt nem tudhatjuk, hogy éles helyzetben mi történik, de talán az előkészületeket tekintve azt lehet mondani, hogy megnyugtatónak tűnik a felkészültség, legyen az egészségügyi, az elszállásolás, étkeztetés, biztonsági ellenőrzés. Ugye a menekült hullám nagysága kérdéses, de hogyha ez az, aminek tűnik, hiszen ez inváziónak tűnik, akkor lényegesen nagyobb menekült hullám lesz, mint amire számítani lehetett, hogyha ez egy helyi konfliktus lenne Kelet-Ukrajnában. Ez milliós nagyságrendű lehet. Akár milliós is. Nyilván nem fel Magyarországra, hanem Lengyelország, Románia egyaránt. Lengyelország, Románia, Szlovákia lehetnek az első, esetleg a balti államok, tehát ők lehetnek a fő célállomások, de hát a kárpátaljai magyarság nagyon sok szempontból nyilván Magyarország felé is veheti az irányt. Lehetünk tranzitállomás is, nem magyar származásúak részére is. Felkészültünk erre, óriási kihívással találkozunk, hiszen ez a háború, ez nem csak menekült, hanem gazdasági válságot is fog okozni, aminek beláthatatlan következménye lehetnek akár Európa számára. Ugye az csak az egyik része a szankciók vonatkozása a gazdasági kérdésekben, de ugye azonnal bezárt a tőzsde, zuhannak a részvényárfolyamok rendkívüli mértékben, már most ez alatt az elmúlt néhány órában megnövekedett az olajárfolyama. Ezekre lehet-e készülni egy ilyen helyzetben? Azt gondolom, hogy az Európai Unió készült azért, ez a háború nem előzmények nélkül tört ki, még akkor is, hogyha azt gondolom, a szakértők többsége nem általános inváziót prognosztizált, tehát ez a rosszabb forgatókönyv. Volt erre készülés, de hát a készülés az nem jelenti azt, hogy ezek a következmények ne lennének beláthatatlanok az energiaára, az európai gazdasági eseményekre. Hát ugye azért Oroszországgal és Ukrajnával és az Európai Unió nagy részének aktív gazdasági kapcsolatban. Gázellete szóba került akár tegnap este, vagy tegnapi nemzetbiztonsági ülésen? Szóba került természetesen. Ugye Magyarország ebből a szempontból rövid távon, én úgy mondanám, nincsen kiszolgáltatott helyzetben, természetesen középtávon ez változhat, és ez más európai országok tekintetében is komoly konfliktust okozhat. Talán ezért is lehetett arról beszélni, hogy az Európai Unió is, ha nem is megosztott volt abban a kérdésben, hogy el kell ítélni és ki kell állni Ukrajna mellett, és Oroszországgal szemben szankciókra van szükség, de hát láthattuk a német álláspontot is, ami nagyon sokáig azért óvatos volt, tehát a gazdasági összefonódások miatt nagyon nehéz helyzetbe kerül, hát nyilván az egész térség, Európa is. Molnár Zsoltnak azt ígértem, hogy foglalkozunk belpolitikával, de sajnos a külpolitikai események tovább lendítenek bennünket, úgyhogy azt gondolom, hogy az egy másik nap lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. A Kievben a tudósítónk már itt van a vonalban, úgyhogy őt kapcsoljuk azonnal. Köszönöm szépen. A lehetőséget.